Eljöttünk ide Érden az áportározóhoz, a helyiek úgy hívják ezt a területet, hogy papi földek. Még az előző városvezetés álmodta meg ezt a koncepciót. Mi volt az eredeti terv, mi az, ami megvalósult belőle, és hogy áll most jelenleg ez a terület? Hát az eredeti terv, azt kell mondjam, hogy a Modern Városok programjában volt egy nagyon nagy vízelvezetési programunk, felszíni vízelvezetési programunk, és ez lényegében azt jelenti, hogy a parkvárosból, a dombos részekről lefolyó összes vizet valahol itt a laposba össze kellett gyűjteni. Ez benne volt a műszaki programban, amivel a vízelvezetést próbáltuk megoldani. Ennek a pandantját majd meg kell építeni a tárnoki oldalon is, ami pedig a parkvárosból a bal oldalon lefolyó vizeket, ez a jobb oldalon lefolyó vizeket, tehát a keleti oldalon lefolyó vizeket gyűjti össze. Ez volt a terv eredetileg, hogy meg lesz ez az áportározó, és jó van. De közben Kétszeri Ádám, egy fiatal tájépítő mérnök, bejött hozzánk, egyébként érdi lakós, és ő azt javasolta, volt is egy ilyen kis diploma munkája, amit be is nyújtott, ugye, amikor végezte az egyetemet. Ő azt javasolta, hogy csináljunk ide egy az áportározó mellé egy városligetet, egy parkot különböző attrakciókkal, szolgáltatásokkal, játszótérrel, kutyasétáltatóval, futókörrel, és tehát, hogy egy valóságos játszótér és egy valóságos városliget tudjon kialakulni. Mi megfogadtuk Ádámnak a javaslatát, és arra készültünk, hogy ezt természetesen elkészítjük. 2018-ban, 2019-ben épült itt a Mocsár területén, a Mocsár helyén, lényegében maga ez a víz felület, ami kialakult, illetve az az egész parkosítás akkor indult el, és akkor készült félig meddig el. Az egész terület durván 35 hektár. Ebből 6 hektár a vízterület. Ebben a vízterületben van 3 sziget. Ebből a 3 szigetből 2-t összekötnek, ahogy látható is, a különböző hidak. Egyetlen egy olyan sziget van, ami egy kicsivel alacsonyabb. Hogyha véletlenül mégis nagyon magas lenne a víz, akkor azt még el tudja önteni. De erre még soha nem volt példa, mióta ez megépült. Tehát nem is nagyon várható, de az időjárást ugye nem mindig lehet kiszámítani. Hogyha ez a vízfelület megnövekedne, akkor azokat a területeket még plusz el tudja önteni, és csak utána fog kijönni a parkosított részre. Ez sajnos félbe maradt ennek az építkezése azzal, hogy megváltozott a város vezetése, hiszen itt kellene lenni egy kb. 200 főt kiszolgáló étteremnek, vendégfogadónak, kellene lenni csónakázó helynek, csónakázó háznak, és így tovább, és így tovább. Ami egy vízfelület mellé, ami egy parkosított területen nyugodtan el tudna férni, és nyugodtan lehetne használni mindenki hasznára és mindenki örömére. A játszótér is, én azt hiszem, ez Érdnek a legnagyobb játszótere ebben a pillanatban, de az is látszik, most is itt vannak a gyerekek meg a szüleik, az is egy nagy siker. Én úgy érzem, hogy az egész egy nagy siker lesz, hiszen ez a terület, ez, mint ahogy említettem, mocsár volt. Egy mocsaras, elláposodott, a sulákpatak hol kiöntött, hol nem öntött ki, tehát egy gondozatlan 30-40 hektáros terület volt, amiből nekünk 12 hektár eredetileg is a miénk volt, ezt még anno domini a kárpótlási ügyeknél vásároltam meg a város, akkor vásároltam meg, akkor alpolgármester voltam, és vásároltunk meg a városnak, és most hozzávásároltunk éppen a fejlesztés okán ehhez a 12 hektárhoz egy durván 20 hektárnyi területet az éppen tulajdonosoktól, az éppen aktív tulajdonosoktól. És hát nagyon szépen ki is alakult, és nagyon örülök neki, és ha visszaemlékszem rá, jól emlékszem, úgy tudom, hogy mintegy 11 ezer fát és bokrot ültettünk el ezen a területen. Tehát mindaz a zöld program, amit ugye most zöld programnak neveznek, és hol 10, hol 15 fát elültetnek, itt 11 ezer fa lett egy év alatt elültetve. Debreceni József úr, az ELTE-nek a szakprofesszora, tanácsára választottuk ki a fákat, ő javasolta, hogy milyen, hogyan ültessük el, és lényegében ez 10-20 év múlva egy gyönyörű, valóban városliget, valóban egy arborétum nem lesz belőle, de ahhoz közelítő gyönyörű parkos területté válik. Most már látszanak is a fák, látszanak, hogy erősödnek a bokrok, úgyhogy oda kell rá figyelni. Én azt szeretném, hogyha a többi fejlesztési részét is el tudnánk készíteni, minél hamarabb meg tudnánk csinálni, mert ez a terület tényleg alkalmas arra, hogy akár sok ember, akár kevés ember, de jó érezze itt magát. Ott hátul van egy ilyen kilátó domb, itt mögöttünk,
És hát ez a kilátódombra fölmegy az ember, akkor az egész területben látható. Szigetestől, tavastól, játszóterestől, kutyasétáltatóstól, ami a Sárd utcai oldalon van, és mindez látható, hogy ez nagyon kellemes hely, nagyon kellemes területté tud válni. Meg kéne keresni azokat a vállalkozókat, akik meg tudják építeni az éttermet, akik meg tudják építeni a csónakázóházat, akik ide tudják hozni a csónakot, és szolgáltatásként tudják ezt művelni. Hát itt mögöttünk, itt van a központi épülete, ami már megépült, hála Istennek, ezt még mi építettük meg anno domini. Itt egy kis büfét, egy kis, különböző sporteszközöknek a bérlő rendszerét próbáltuk meg elindítani, de hát ez mind megállt 2019. október 13-án, illetve 14-ére virradóan. Sőt, ha jól tudom, akkor még egy strandot is terveztek ide a közelbe. Hát az elég nehézkes volt volna, de biztos, hogy meg tudtuk volna csinálni. Az még van itt egy kis terület, ahol lehetett volna medencéket kialakítani. Tudnék ebben a vízben fürödni nem biztonságos. Nem biztonságos azért, mert ez a víz, ez lényegében egy élő víz, megy be a Dunába. Na most a fürdésnál, a strandolásnál, ugye általában különböző testolajak és egyebek, azokat használnak az ember, napozóolajokat, ilyet, olyat, amolyat, és ha az belefürdi a vízbe, akkor természetesen azt a vizet utána tisztítani kell. Na most egy 6 hektáros területnek, egy 6 hektáros vízfelületnek a tisztítása nem olyan egyszerű, mint hogyha külön medencéket alakítunk ki. Valóban volt egy ilyen terv. Volt egy olyan terv is, hogy adott esetben egy extrém búváriskolát is meg tudunk csinálni, de ezek úgy valahogy elmaradtak, valahogy lemaradtak október 13-a után minden tervről, sőt, hát most annak is örülünk, hogy le van vágva a fű. A jelenlegi városvezetés folytat valamilyen fejlesztéseket itt ezen a területen? Hát a városvezetés ebben a pillanatban csak panaszkodni tud, és ugye, hogy arra hivatkozik, hogy a kormány nem ad pénzt. Na most egy városvezetésnek ugye az a dolga, hogy a saját pénzéből próbáljon meg önállóan gazdálkodni és önállóan fejleszteni. A kormánytól várni sok mindent lehet, de azért nem a kormány dolga a helyi fejlesztéseket ilyen szinten finanszírozni. Én úgy érzem, hogy megvolna rá a pénz, hogyha megfelelő módon osztanák be. Ugyanúgy nagyon hasonló egy város költségvetése a családi költségvetéshez. Ott is, ha valaki eldönti, hogy mire költi, akkor a család teljesen másképp tud élni, mintha mindent elpocsékolnak. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Amire szánunk pénzt, arra van, amire meg nem szándékozunk pénzt adni, arra meg nincs. Most úgy tűnik, hogy Érden sajnálatos módon fejlesztésre nem jut pénz. Egy faültetési projekt keretében mondta polgármester úr, hogy rengeteg fát ültettek el, és ha jól tudom, akkor ez magánemberek is, illetve szervezetek is hozzájárultak. Hát azt kell mondjam, hogy mindenki hozzájárult, vagy 500 szervezet, és körülbelül 1500 magánszemély járult hozzá, jött el, és saját kezével ültette el az egyik vagy a másik bokrot. Szerintem akik ültették, azok tudják is, hogy melyiket és hogyan ültették. És hát ott egy táblán föl is soroljuk mindazoknak a nevét, akik mindazoknak a szervezeteknek is, meg magánszemélyeknek is a nevét, akik beleegyeztek abba, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, nyilvánosságra hozhassuk. És hát 2019. szeptember 28-án, 29-én volt ennek a táblának a felavatása, akkor lepleztük le, és nagyon örültünk neki, hogy ilyen sok ember, lényegében egész Érd. Hát tudom, az érdi polgármesteri hivatalból csak példát mondok, és nem akarok ebben senkit megsérteni a nevem. Az adócsoport külön itt volt, akkor itt voltak a mentősök, akkor itt voltak a nagycsaládosok, és sorolhatnám sorra rendre ezeket a társadalmi szervezeteket is, illetve magánembereket is, akik részt vettek ennek a 11 000 fának a szervezet elültetésében.